A földkutya év földlóhava. 2018. június 5-től július 7-ig. Mely tulajdonságaink erősödnek fel? Maximalizmus, precizitás, agyalás, együttérzés, segítőkészség, komfortérzet, álmodozás, humorérzék. Mely életterületek kerülnek előtérbe? Vitás, peres ügyek, jogi természetű nehézségek, erőteljes érzelmek, érzelmi hullámzás, perfekcionizmus, az élet élvezete. Milyen tevékenységek támogatottak? Dolgok megfigyelése, elemzése, kutatások, elmélkedések, tanulás, művészi tevékenységek. Milyen tevékenységek kerülendők? Pletykálkodás, meggondolatlan fecsegés, engedni mások sürgetésének, munkamánia, érzéketlenség, költekezés. Jó tanácsok! Most különösen fontossá válik, hogy a saját belső ritmusunk szerint tudjunk élni, ne sürgessenek és ne is hátráltassanak. Legyen lehetőségünk mérlegelni a dolgokat. Tudjunk egyedül is lenni, ne zavarjon a világ, de azért bulizni és a barátokkal dumálni is nagyon vonzó program. Az állat és környezetvédelem most előtérbe kerülhetnek, egy kis önkénteskedés, figyelem, környezettudatosság jót fog tenni a lelkünknek is. Fontos, hogy törekedjünk arra, hogy a problémákat több szempontból is körüljárjuk, ne ragadjunk le az első ötletnél, ne vegyünk mérget az első gondolat helyességére.